járási hivatal épült. Egy 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően működhet a hivatal Kemecsén. Javultak a mentősök körülményei, bérnövekedés, új egyenruha és gépjárművek, informatikai korszerűsítések az országos mentőszolgálatnál. Új horgászigazolvány, jövőre már ez a kártya szükséges ahhoz, hogy Magyarország vizein horgászni lehessen. A közigazgatási reformok célja, hogy minél közelebb hozza az emberekhez az állami szolgáltatásokat, hangsúlyozta Gulyás Gergely a Szabolcs megyei Kemecse új járási hivatalának átadásán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a közigazgatást érintő fejlesztések nem csak a könnyebb és hatékonyabb ügyintézést szolgálják, hanem a vidékfejlesztés szempontjából is kiemelten fontos szerepet töltenek be, a vidék élhetőbbé tételét segítik elő. Gulyás Gergely vehette át azt az országban is egyedülálló e-kulcsot, mely az új kemecsei járási hivatalt nyitja. A miniszterelnökséget vezető miniszter az épület átadásán a közigazgatás 2011-ben indult átalakításáról szólva úgy fogalmazott, a reformok legfontosabb célja az volt, hogy közelebb vigyék az emberekhez az állami szolgáltatásokat. Ehhez szükség van arra, hogy az ügyintézéshez a lehető legkevesebbet kelljen utazni, ezért kell minden járásban járási hivatalnak lennie. Erre szolgál a digitális ügyfélkapu is. A honlapokon már alapvető információkat meg lehet találni, minden szükséges okmányról minden tudnivalót, és lehet most már az interneten keresztül előre időpontot foglalni is. Gulyás Gergely kiemelte, a járások, valamint a járási hivatalok kialakítása a vidéken élők esélyegyenlőségének a megteremtését is szolgálják. Nem csak a jövő, de a jelen sem képzelhető el a vidéki élet kereteinek megújítása nélkül. Azokat az előnyöket, amelyet a városiak, a nagyvárosiak élveznek, közelebb kell vinni a kisebb városokhoz, kisebb településeken élőkhöz. Különösen fontos, hogy a fogyatékosok, az időskorú, babakocsival közlekedő nagycsaládos, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott emberek könnyebben férhessenek hozzá a közszolgáltatásokhoz. Egy 142 éves küzdelmes politikai csatáktól sem mentes út zárult le most, hangsúlyozta Lipők Sándor, a település polgármestere, aki elmondta, a település 1876-ban, majd 2013-ban lett járási központ, azonban most először kapott hivatali épületet. De végül is győzött a közösségi akarat és az összefogás ereje. Ennek köszönhetően lett, és néz ki így, járásunk új hivatala. A beruházás jelentős részét 260 plusz 20 millió forintot a miniszterelnökség finanszírozta. A kivitelezéshez önkormányzatunknak 90 millió forint hitelt és több mint 10 millió forint saját forrást kellett biztosítania. A mellettünk álló több mint 700 négyzetméter alapterületi igazgatási épületben egy hatékonyabb ügyintézés fog megvalósulni. A városháza tükörképére kialakított épületkomplexumban számos szolgáltatást elérhetnek majd a kemecsei járás lakói, közel 2500 ügyet intézhetnek egy helyen. A mai napon nem csak az új járáshivatal épületét adjuk át, hanem ebben a járáshivatalban megnyitunk egy kormányablakot is, amely azt a célt fogja szolgálni, hogy még közelebb hozzuk Önökhöz, kemecsélyekhez és itt a környéken élőkhöz azokat a szolgáltatásokat, amelyeket nyújtunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai napnak talán ez az egyik legfontosabb üzenete. És az is nagyon fontos üzenet, hogy ezeket a közszolgáltatásokat, ezt mi olyan módon szervezzük meg, hogy egyúttal befogadóak is vagyunk. Hivatalvezető asszony beszélt róla, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a katasztrófavédelem munkatársai is helyet fognak kapni ebben az épületben. Román István azt is elmondta, a kormányhivatalak kemecseivel együtt eddig 23 kormányablakot és egy mobil kormányablakot hozott létre a megyében. 8 év alatt 22 milliárd forintról 40 milliárd forintra emelkedett a mentőszolgálat költségvetése. Az országos mentőszolgálatnál nőtt a dolgozók bére. Új egyenruhát kaptak a mentősök, illetve évvégére az új mentőautókkal közel 700-ra emelkedik a gépjármű állomány, de korszerűsítik a rohamkocsik eszközparkját is, illetve informatikai korszerűsítéseket is végrehajtanak. A fejlesztések a megyében is megvalósultak, és még szeptemberben további esetkocsik érkezhetnek a térségbe. Esethez indul a rohamkocsi a nyíregyházi mentőállomásról. A korszerű mentőautót nemrégiben kapta a megyeszékhely. Az új mentőautók beszerzésének köszönhetően nem csak országosan,
hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentősen megújult a gépkocsi állomány. Ide is megérkeztek az új mentőautók az elmúlt években, illetve ez évben még az országban 117 új mentőautó fog átadásra kerülni, és ebből 21 darab még szeptember hónapban átadásra kerül, és ebbe a régióba is érkezni fog. Ebből a gépjárműparkból is 3 autó még szeptember hónapban, ezek esetre hamkocsik lesznek, és innentől kezdve átlagosan úgy kell számolni, hogy hetente 5-6 ilyen új mentőgépjármű gördül le majd a gyárnak a szerelőcsarnokából, és így év végére, jövő év elejére a 117 új mentőautó is átadásra kerül. Így az elmúlt éveket tekintve több mint 670 új mentőautó került az Országos Mentőszolgálat flottájába. Az új járművek mellett országosan közel 1 milliárd forintból új munkaruhát is kaptak a mentősök. Év végéig pedig az ország összes rohamesett kocsijának a mentéstechnikai eszközét is korszerűsítik, illetve az elektronikus szolgálati térhez történő csatlakozás biztosítása érdekében 800 tabletet kapnak az országos mentőszolgálat járművei. Ezek olyan mentőautók például, amelyek esetről hangkocsi szintre érkeznek a mentőszolgálat gépjármű parkjába, amelyek a világon bárhol megállnák a helyüket, mind a kialakításukat, mind pedig a egészségügyi felszereltségüket tekintve. A tabletrendszerre, az elektronikus rendszerre történő átállás pedig egyrészt dinamizálja főleg az adatszolgáltatást, másrészt olyan információk elérését teszi lehetővé a mentőegységek számára, amire eddig nem nagyon volt lehetőség, és gyakorlatilag a gyógyintézettel együtt tudnak egy teljes korrekt egészségügyi dokumentációt felépíteni. Az országos mentőszolgálatot érintő fejlesztések annak is köszönhetők, hogy a kormány a mentésre 8 év alatt 74%-kal tudott több pénzt fordítani. Ezt Rétvári Bence parlamenti államtitkár mondta a szeptember elején Budapesten rendezett mentőnapon. Megnézzük, mennyi volt 2010-ben a mentőszolgálat költségvetése, és mennyi most, akkor azt látjuk, hogy 74%-kal több, 22 milliárd forintról közel 40 milliárd forintra nőtt az, amit évente mentésre fordítunk. És nagyon fontos, hogy rá nem lehet ismerni szerencsére most már a mentőautókra sem. 8,5 évre, 5,5 évre csökkent a mentőautóknak az átlag életkora. Emellett fontos volt a béremelés. Itt az elmúlt években az átlagos egészségügyi béremelésen túl még egy plusz 10%-os béremelés volt a mentőknél, tehát itt nem csak a 61 néhány százalékos ápolói béremelés volt, vagy a 200 000 forintos orvosi béremelés, hanem egy többletet is tudtunk a mentősök számára biztosítani. Rétvári Bence hozzátette, a hatékony ellátás érdekében az elmúlt években 104 mentőállomást is felújítottak, és 31 épült újonnan az országban. Szeptember 1-ével elindult a magyar horgászkártya regisztrációja. Jövőre már ez a kártya szükséges ahhoz, hogy Magyarország vizein horgászni lehessen. Az új egyéni QR kóddal ellátott plasztik formátumú igazolvány célja, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá váljon az ügyintézés és az adminisztráció. A megyében közel 21 000 horgászt érint az új kártya bevezetése. Ez a videó mutatja be a legfontosabb tudnivalókat az új horgászkártyáról. Szeptember 1-től indult el a magyar horgászkártya regisztrációja, amely 2019. január 1-ét követően azonnal kiváltja a jelenlegi papíralapú horgászigazolványt. Ez a horgászigazolvány, ez tulajdonképpen egy kártyaformátumú okmány, ami 5 évig érvényes, és ugye egyre inkább digitalizált világban élünk, és ez a digitalizáció az utolérte a horgászatot is, illetve a horgászokmányokat. Tulajdonképpen ez a cél, a fő cél az az egyszerűsítés. Jelenleg ugye van horgászigazolvány, a horgásznak van benne most már egységes horgászi okmány, ez korábban állami horgászi egy fogási napló volt, meg ugye van a terület, mindenféle területi engedélyek. Hát a horgászkártyának a célja az, hogy néhány éven belül ezt mind az összeset valamilyen formában majd ki fogja váltani. Január 1-ét követően az egyesületi tagságra kötelezett, a Magyarországos Horgászszövetség szervezeti rendszerébe tartozó horgászok esetében a horgászat gyakorlásának, egyben az egyesületi tagság létesítésének, megújításának, valamint az állami horgászjegy kiváltásának az általános és előzetes feltétele lesz az új magyar horgászkártya. Az első lépés a regisztráció horgászkártyához, ez egy 5 évre szóló kártya lesz, ami 2200 forintba kerül, a Magyar Nemzeti Bank állítja elő, ezért van ennek egy ilyen költség, egy QR kódot tartalmaz, minden horgásznak lesz egy egyéni kis fiók ebben a virtuális rendszerben, ahol majd az adatait rögzítésre kerülnek, semmilyen személyes adatra egyébként nem kérünk, vagy nem vagyunk kíváncsiak, mondjuk a személyiségi jogokat sérteni.
összességében véve az a horgászoknak az adószámára szükségünk a regisztrációhoz. A regisztráció a Magyar Országos Horgászszövetség egy erre a célra kialakított többnyelvű online regisztrációs felületén érhető el, de az adminisztráció személyesen is elvégezhető valamennyi az állami horgászjegy értékesítésében eddig is résztvevő horgászszervezetnél, valamint azok regisztrációs pontjain. Az igénylő mindkét esetben postán kapja majd készhez az új igazolványát. Fesztúri Sándor azt is elmondta, az elmúlt évek dinamikus létszám növekedésének eredményeként a nyilván tartott horgászok száma Magyarországon mára meghaladja a 460 ezer főt, a megyében pedig több mint 21 ezer horgászt regisztráltak tavaly. Mintegy félmillió adózó kap értesítést október végéig a NAV-tól arról, hogy az elmúlt évről van-e adó, illetve vámtartozása vagy túlfizetése. A kivonat elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt, azaz, hogy mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza. A napokban kezdte meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal azoknak az adózóknak az értesítését, akiknek 5000 forint feletti tartozásuk van egy adónemet illetően legalább, illetve hogyha valamilyen túlfizetésük van, esetlegesen ugyanarra az adónemre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy azok kapnak postai úton értesítést október végéig, akiknek egyébként nincs elektronikus számlájuk, illetve nem rendelkeznek ügyfélkapuval. Azok az ügyfelek, akik elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, vagy ügyfélkapuval rendelkeznek, nem fognak postai úton értesítést kapni. Nekik mindenképpen meg kell nézni az ügyfélkapujukat, tehát ott kell értesülniük erről a tartozásról, vagy esetlegesen a túlfizetésről. A tartozásokat és a túlfizetéseket természetesen rendezniük kell, hogyha valamelyik adónemre vonatkozóan olyan jellegű túlfizetése van, amelyek esetlegesen egy másik adónemre, ahol tartozás jelentkezik, át tudjuk vezetni, akkor arról az adózónak kell rendelkezni, a Nemzeti Adó és Vámhivatal saját maga nem teheti meg. Itt a 18-17-es nyomtatványt kell kitölteni az adózóknak, illetve ezt kell benyújtani vagy postai úton, személyesen, vagy pedig elektronikusan. Irreálisan magasnak gondolja a kórház újonnan épült parkolóházának tarifáját Halmi József. A párt megyei alelnöke szerint így nem ott fognak megállni a kórházba érkezők, hanem az intézmény körüli parkolókba kényszerülnek a betegek. Átadtak egy gyönyörű parkolóházat, hogy csökkentsék a környéken levő parkolási gondokat. Nincs is ezzel gond, örülünk ez, ha jól tudom, egy uniós forrásból megépített parkolóház, aminek eleve már magasabb a parkolási díjtétele, mint a kórház falain kívül, 400 forint per óra, és ha belül akar, vagy nem, nincs hely, mert ha jól tudom, egy 360 körüli helyel van a parkolóház, amiből a sárgarigok szerint 160-at már az orvosok lefoglaltak, tehát ezzel megoldódott az orvosok parkolási lehetősége, de nem oldódott meg a szegény betegeké. 74 évvel ezelőtt ezen a napon érezték meg először a nyíregyháziak a II. Világháború pusztítását. 1944. szeptember 6-án több mint 1000 bombát kapott a megyeszékhely amerikai repülőgépekből. A tragédia 80 halálos áldozatot követelt, az anyagi kárt 74,5 millió pengőre becsülték. 1944 nyarán az angol szász légierő megkezdte a tiszántúli városok bombázását, hogy megnehezítse a keleti fronton harcoló német és magyar csapatok ellátását. 120 amerikai gép szállt Nyíregyháza fölé, hogy megsemmisítse az emberi és hadianyag utánpótlást szállító vasúti szerelvényeket. 1944. szeptember 6-a egy igen tragikus napja volt Nyíregyháza történetének, hiszen a város ekkor érezte először a II. Világháború szörnyűségeit, tragédiáját. Addig hátországként működött a város, és hát maga az ország is. A II. Világháborút közvetlenül nem érintette, viszont ezen a napon három hullámban is amerikai bombázógépek bombázták meg a városnak a vasútállomását és környékét. A bombázás következtében leégett három emeletes épület, súlyosan 163 földszintes és 7 emeletes épület, könnyebben pedig 186 földszintes és 1 emeletes épület rongálódott meg. 80-an meghaltak, 73-an súlyosan megsérültek, 262 család, vagyis közel 1000 ember pedig hajléktalanná vált. Nyíregyháza múltját, történetét folyamatosan kutatja a József András Múzeum. Számunkra, történészek számára, meg a múzeum számára ugyanis nem tudunk mindig csak a szépekre emlékezni, muszáj megemlékezni azokról is, a tragédiákról, amik történtek a városban.
Miskolc 4, Debrecen 5, Szolnok 13, Ungvár pedig 3 légitámadást élt át azokban a napokban. Nyíregyházát csak egyszer támadták, de akkor több mint 1000 bombát dobtak a városra. Az anyagi kárt 74,5 millió pengőre becsülték. Négy csapatos felkészülési tornán vesz részt a hétvégén Miskolcon a Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák az élvonalbeli jászberénnyel játsszák az első meccset, majd az Igló vagy a Meavcellen lépnek pályára. A nyíregyháziak szeptember 20-án hazai pályán a Budapest Honvéd ellen kezdik a szezont. Közeleg a bajnoki rajt az NB1B piros csoportjában, így a csapatok sorra játsszák a felkészülési meccseket. A Nyíregyháza Blue Sharks legutóbb Debrecenben az osztálytárs MAFSZ ellen lépett pályára. Az elmúlt szezonban még élvonalbeli fővárosiak ellen a második félidőben nem úgy működött a játék, ahogyan azt a kékcápák szakmai stábja látni szerette volna. Sitko Ernő szerint azonban így is hasznos volt a találkozó. Tapasztalni sokat tudtunk abból a mérkőzésből, sajnos ezek nem pozitív tapasztalatok voltak. Nem magyarázkodni akarok, de azért mindenféleképpen azt hozzá kell tenni, hogy az újdonsült Európa-bajnokunk Mokászki Máté ugye nem volt ott azon a mérkőzésen, illetve Bazsó Bruno sem volt a csapattal, tehát alapvetően nélkülük álltunk is, egy picit kevesen voltunk így. Ennek ellenére nem szabad ilyen mérkőzést játszanunk. Az első fél időben szépen teljesítettünk, úgy gondolom, hogy nagyon jó. Első fél időt zártunk, viszont a második fél időben teljesen összeesett a csapat, és ezt nem szabad megengedni. Olyan volt, mint amikor egy teniszmérkőzést nézünk, és két győztes szett után 6-0, 6-0, 6-0-ra veszíti el valaki a találkozót. Tehát úgy gondolom, hogy mindenféleképpen előre kell lépnünk abban, hogy mentálisan sokkal nagyobb erőre van szükség. A kék cápák a hétvégén Miskolcon a négy csapatos Szaniszló Sándor emléktornán lépnek pályára. Az első meccset az NB1-es Jászberénnyel játsszák Tóth Gergelyék. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan tudunk megint teljesíteni idegenben. Ugye eddig is az volt a problémánk, hogy idegenben nem teljesítettünk úgy, ahogyan szerettük volna. Idegenben valahogyan megváltozott a csapatnak a játéka, és teljesen más önbizalommal futottak ki a játékosok a pályára, mint ahogyan ez hazai pályán történt. Ezért is van az egyébként, hogy sok idegenbeli mérkőzést játszunk a felkészülés során. Szeretném, hogyha tudnánk kontrolláltan, fegyelmezetten és végig gondoltan kosárlabdázni, és jó lenne, hogyha ebben az évben egy picit előre tudnánk abban lépni, hogy az idegenbeli mérkőzéseinken sokkal magabiztosabbak és fegyelmezettebbek vagyunk. Azt várnám ettől a jászberényi mérkőzéstől is, ugye a Jászberény megint átcsoportos csapat, tehát egy nehéz ellenfél lesz, de a lényeg, hogy azt várnám ettől a mérkőzéstől is, hogy fegyelmezetten, kontrolláltan azt tudjuk játszani, amit mi szeretnénk, nem pedig azt, amit az ellenfél megenged nekünk. A bajnokság a jövő hét végén rajtol az NB1B piros csoportjában. A Nyíregyháza Blue Sharks oroszlányi meccsét később időpontra tették, így a kék cápák szeptember 20-án hazai pályán a Budapesti Honvéd ellen kezdik a szezont. Összesen 25 csapat nevezett az U17-es és az U20-as Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futszál bajnokságra. A szezon novembertől márciusig tart majd. A hétvégén rajtol a tornarendszerű öregfiúk bajnokság 5 csapat részvételével. Augusztus végéig lehetett nevezni a korosztályos megyei futszálbajnokságokra. A sportág egyre népszerűbb, így a klubok igyekeznek fiatalokból álló csapatokat szervezni. A 17 és a 20 évesek számára kiírt sorozatra végül 14 egyesület 25 csapat adta be a nevezését. Többségük mindkét korosztályban részt vesz majd a pontvadászatban. Bajnoki rendszerben fognak játszani, ez azt jelenti, hogy ugye mindenhol egy csarnokban ugye két csapat fog találkozni egymással, ahogy ez a tavalyi esztendőben is bevált. Ugye nagyon nehéz belőni a határidőket, illetve hát a csarnokok túlterheltsége miatt a játéknapokat, ezért abban maradtunk, hogy valószínűleg ilyen november végén fog elindulni ez a pontvadászat, és olyan március végéig fog tartani, pont azért, hogy a játékosok játszanak nagypályán is, és hogy ne ütközön a két bajnokság, valamint november végén talán a csarnokokban jobban be tudnak menni ezek a csapatok, lesz még idejük lefoglalni, és hát reméljük, hogy egymásra meg tudnak állapodni az időpontokba, úgyhogy egy olyan 4-5 hónap alatt szeretnénk ezt a bajnokságot lebonyolítani, mindenkinek így lenne a kényelmes, a játékosok pedig a holt időbe szervezeti keretek között bajnoki pontokért tudnának küzdeni, ami biztos, hogy jó lesz a tavaszi nagypályás felkészülésre. A hétvégén elindul a megyei öregfiúk bajnokság is, amelyben tornarendszerben játszanak a csapatok. 5 csapat nevezett, az elmúlt években is ennyi együttes nevezett ebbe a pontvadászatba, és itt tornarendszerrel szoktuk megrendezni. Ez azt jelenti, hogy két hetente szokott szombat délelőttönként egy-egy helyszínen lenni ez a bajnokság az öregfiúk részére, méghozzá úgy, hogy a nagypályát ugye két
félpályán keresztbe játsszák, és így két pályát állítanak fel. Egyszerre két mérkőzést játszanak, tehát négy csapat van egyszerre a pályán, egy mindig pihen, és egyszerre le tudnak játszani négy találkozót egy nap. Ez megfelelő terhelést ad a számukra, és van két hetük, hogy kipihenjük magukat a következő tornára. Egyébként jó hangulatban szokott zajlani ezek a tornák, és hát évek óta ismerik egymást ezek az öreg fiúk, barátságban vannak labdával, érdemes kilátogatni, majd most szombaton Tiszavasvárival lesz az első torna. Október elején rajtol az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság által szervezett NB3-as futsalbajnokság 6 szabolcsi, 3 borsodi, illetve 3 hajdúsági csapat részvételével. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 300 millió forintból épült először járási hivatal Kemecsén, mellyel könnyebbé és hatékonyabbá vált az ügyintézés a térségben élőknek. Az épület átadásán Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a közigazgatási reformok célja, hogy minél közelebb hozza az emberekhez az állami szolgáltatásokat, hangsúlyozta Gulyás Gergely a Szabolcs megyei Kemecse új járási hivatalának átadásán. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a közigazgatást érintő fejlesztések a vidékfejlesztés szempontjából is kiemelten fontos szerepet töltenek be, a vidék élhetőbbé tételét segítik elő. A kormány a mentésre 8 év alatt 74%-kal tudott több pénzt fordítani, így 22 milliárd forintról 40 milliárd forintra emelkedett a mentőszolgálat költségvetése. Ennek köszönhetően javultak a mentésben dolgozók anyagi és munkakörülményei. Az országos mentőszolgálatnál nőtt a dolgozók bére, új egyenruhát kaptak a mentősök, illetve évvégére az új mentőautókkal közel 700-ra emelkedik a gépjármű állomány, de korszerűsítik a rohamkocsik eszközparkját is, illetve informatikai korszerűsítéseket is végrehajtanak. Szeptember 1-től indult el a magyar horgászkártya regisztrációja, amely 2019. január 1-ét követően azonnal kiváltja a jelenlegi papír alapú horgászigazolványt. Jövőre már ez a kártya szükséges ahhoz, hogy Magyarország vizein horgászni lehessen. Az új egyéni QR kóddal ellátott plastik formátumú igazolvány célja, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá váljon az ügyintézés és az adminisztráció. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 7-én pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Tőlünk nyugatra anticiklon, keretre ciklonális görbületi légörvény található, így ezen két képződmény közös áramlási rendszerében helyezkedik el a Kárpát-medence. Az előttünk álló éjszaka gomoly felhő képződésre lehet számítani, főként a délutáni órákban néhol zápol előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhők zavarják a napsütést, elsősorban a délután folyamán elszórtan zápor előfordulhat. Az északi szél helyenként megélénkül, délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét utolsó napján kellemes idő ígérkezik, csupán fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, és csak néhol lehet zápor, esetleg zivatar. A jövő héten egy anticiklonnak köszönhetően kevés felhő, sok napsütés várható, és számottevő csapadék sem valószínű. A hőmérséklet pár fokkal emelkedik majd, így az előttünk álló napokat felfoghatjuk korai indián nyárnak is.